Tavaly indult el a Nyíregyházi Egyetem New Way projektje, amely az angol nyelvoktatás megújítását célozza. A programban közreműködő oktató és fejlesztő tevékenységgel arra törekednek, hogy az iskolai nyelvórákat kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban résztvevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja is. A témával kapcsolatban a projekt szakmai vezetője, dr. Ajtai Horváth Magda főiskolai tanára vendégem a stúdióban. Köszöntöm. Üdvözlök mindenkit én is szeretettel. Melyik részénél tartunk most ennek a projektnek? Közepén, második harmadában, harmadik éppen harmadában? Fél időben vagyunk. A 4,5 évre tervezett angol kurzusok fél idejében éppen, tehát azt jelenti, hogy 2,5 év lezárult, és következik a következő 2,5 év. Várakozással tekintünk az eredmények elé. Még az eredményekről nem tudunk konkrétan beszámolni, hiszen az a generáció még nem is érettségizett, és hát a nyelvvizsga küszöbén áll. Hányan kellett, hogy bekapcsolódjanak ebbe a programba, hogy egyáltalán útjára tudják indítani? 10 iskolában összesen 40 csoportot szerveztünk, csoportonként 10-15 fővel. A bekapcsolandó gyerekek száma 4,5 év alatt a megyében 1650. Az fontos-e, vagy voltak-e feltételek azzal kapcsolatosan, hogy mely intézményekből lehetett szervezni a tanulókat? Hogy hol működjön ugye a program? Igen, ezt az intézmény fenntartóval együtt döntöttük el akkor, amikor a projektet beadtuk, és általában a sokféle iskola van, tehát nem csak gimnázium, hanem szakgimnázium is, nem csak állami fenntartású, hanem egyházi iskola is, tehát ilyen szempontból vegyes az iskolák képe. Illetve a másik szempont az volt, hogy inkább a hátrányosabb helyzetű iskolákat részesítette előnybe az, aki döntést hozott ebben. Így 6 megyei és 4 megyeszékhelyi iskola került be a programba. Volt-e bármilyen minta, vagy önöknek a nulláról kellett kezdeni, tehát egy újszerű dolgot kellett kitalálni? Hát mivel nyelvoktatással foglalkozunk néhány évtizede, nyilván tudjuk azt, hogy hogyan és miben kellene a gyerekeknek segíteni. Úgyhogy ilyen szempontból nem indultunk nulláról. Ha a projekt szempontjából nézem, akkor nulláról indultunk. Így értettem. A projekt szempontjából feltétlenül, illetve hogy bár még, ahogyan ön is említette, a felénél tart időben a projekt, a jövőre nézve mindenképpen, akik részt vesznek a projektben, valószínű, hogy az azt követő esztendőkre, azt követő időszakra azért már olyan plusz tudnak letenni az asztalra, amit be lehet a későbbiekben építeni majd a nyelvoktatásba. Nagyon reméljük, ez a célja ennek. Vannak olyan gyerekek, akik 4,5 éven keresztül lesznek benne a projektbe, de vannak olyanok, akik csak egy fél évben részesülnek angol órákban, mert vagy azért, mert végeznek, vagy azért, mert már sikeres középszintű nyelvvizsgát tettek. Tehát a gyerekek személye az változik a 4,5 év alatt gyakorlatilag. Van-e konkrét elvárás a program kifutását tekintve? Nem időben, hanem eredmény szempontjából. A program nem ír elő konkrét célokat, viszont mi magunk számára nyilván megfogalmazunk konkrét célokat, amit üdvös lenne el is érni. A nyelvvizsga és a középfokú nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi lenne a cél. És most hogy látják fél időben? Hogy haladnak, hogy alakul a program? Reméljük, hogy segíteni fog ez a heti 2 óra ezeknek a gyerekeknek, akik ezekben a csoportokban részt vesznek. Kik kapcsolódtak be nyelvoktatóként? Azoknak a gimnáziumoknak és szakgimnáziumoknak az oktatói közül választottuk a 2 oktatót, vagy 2 tanárt, akik ezek a csoportokat majd vezették, vagy vezetni fogják ezután. Tehát a saját tanárokból válogattunk, a gimnázium és a szakgimnázium saját tanáraiból válogattunk 2-2 iskolánként. Mi lenne, ha nem lenne ez a projekt, ha nem lenne ez a program, akkor
ezek a gyerekek csak a rendes óraszámban kiírt nyelvórákon vennének részt? Igen, igen, ezeket az órákat olyan kiegészítő iskolán túli foglalkozásokként kellene, vagy kell elképzelni, amely mondjuk a magánórát, vagy a magántanfolyamokat pótolja. Éppen ezért délután szervezik őket, célorientált, személyre szabott, tehát szinte egyénenként foglalkozik a tanára a gyerekekkel, ismeri őket, tudja azt, hogy miben és hol kell segíteni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit a magánórák felé hajlik a tevékenység. Amikor a tanulók csoportja összeállt, akkor ez hogy alakult? Egész osztályok, vagy osztályokból gyerekek? Nem, osztályokból gyerekek, tudásmérés alapján kerültek egy-egy csoportba. Tehát nem volt osztálykeret, hanem az iskola valamennyi diákjaiból verbúválódtak össze ezek a csoportok. Én ezt csak azért kérdeztem, mert ezek a gyermekek mondjuk a következő napon a többi osztálytársukkal együtt újra azokon a rendes órákon vesznek részt, amely szerint maga az osztály halad. Érzékelhető esetleg az, hogy ők már ugye előnyben vannak a Valószínűleg érzékelhető, valószínűleg érzékelhető. Alaposabb tudásuk kell legyen azokhoz viszonyítva, mint akik nem járnak ezekre a délutáni foglalkozásokra. Mit fognak tenni, amikor lezajlik a projekt, amikor véget ér, úgymond számot kell vetni? Hát összesítjük a sikereinket és a kudarcainkat, és hát jó lenne követni ezeket a fiatalokat, megtudni, hogy hogyan és mikor vált előnyükre ez a plusz foglalkozás sorozat. Lelkesítheti ez őket annyira, hogy valóban ráérezzenek, hogy maguktól is akarják. Hát nagyon ezt a reméljük, jövőben. Nagyon reméljük. Ezeknek az óráknak gyakorlatilag a szülői motivációt is ki kell váltania. Tehát a motivációt úgy kell felébresztenie, hogy tartósan tanuljon a gyerek. Arról már beszéltünk, hogy nem feltétlenül úgy zajlanak ezek az órák, mint egy hagyományos tanóra, hanem kicsit a magánórákra emlékeztet inkább. Igen. A felépítésük. Igen. Nyilván az angol nyelv az, ami legintenzívebben kerül a gyermekek közelébe, de más nyelveken esetleg nincs lehetőség arra, hogy ugyan ezt végigcsinálják? Tehát nem angol nyelven, nem angol más nyelven, nyelven, más idején. Hát egyelőre angol nyelven van erre lehetőség, ezt támogatják. Oktatási intézmény, ha nézzük, jelentkeznek elegendő számban, akik angollal szeretnének foglalkozni, akár angol oktatással a későbbiekben? Tehát angol tanárszakra. Viszonylag elég jó a beiskolázási számunk, viszont sokkal jobb is lehetne. Tehát az a lelkesedés, ami ezelőtt 10-20 évvel volt az angol tanár szakma iránt, az visszaesett. Tehát hova tovább a nagyon eszes gyerekek az angol nyelvet csak kiegészítő tudásként használják. Tehát más pályára mennek, miközben nagyszerűen tudnak angolul. Végül ezt szeretném megkérdezni, hogy azok a nyelvtanárok, akik részt vesznek ebben a programban, ők milyen lehetőséget látnak ebben, és egyáltalán milyen korosztály? Vegyes, de jellemzően inkább a vegyes, ezt mondanám, hogy vegyes. Így hirtelen végig gondoltam, van közöttük nyugdíj előtt álló, de van közöttük pályakezdő is, és szerintem ennek ez így van rendjén, hiszen a pályán is fiatalok is vagyunk, vannak, idősek is vagyunk, és ez mindenképpen több szempontot jelent. Az idősebbeknek több a tapasztalatuk, lehet, hogy a fiataloknak nagyobb a lelkesedésük, korban közelebb állnak azokhoz, akiket tanítanak, lehet, hogy jobban tudják motiválni a fiatalságukkal és a lendületükkel, ám bár ez sincs mindig így, mert sokszor az idősebbek lelkesebbek, mint a fiatalok, tehát általánosítani nem lehet, ez a lényeg. Miután a program még a felénél tart, én úgy gondolom, hogy a későbbiekben biztosan fogunk még a témában találkozni. Köszönöm, hogy benne jött a stúdióban. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.